Mindannyiunk titkos vágya az örök élet, az örök fiatalság. Mindez nehezen jön össze. De ilyenkor nyáron, mikor javában tombol a szünidő és a gyerekek táborba mennek, ott bizony a felnőttek is örökké fiatalok maradnak. Alföldi, azaz balmazújvárosi gyerekek a Tiszaparton egy táborban, egy vízi táborban. Utána jártunk, hogyan telnek napjaik. Milyen hagyományai vannak a tiszafüredi sporttábornak? A táborunk úgy mondjuk, hogy több éves hagyományra tekint vissza. 7. éve szervezzük meg Tiszafüreden a vízi sporttábort a Kamilla Egyesület nevében. Milyen az érdeklődés? Nem panaszkodunk, nagyon örülünk neki, hiszen a táborunk úgymond maximális létszámmal működik. Most jelen pillanatban 49-en vagyunk a táborban, és hát elégedettek vagyunk a létszámmal, örülünk neki. Ebből a 49-es főből 39 gyerek és felnőttek is szívesen eljönnek hozzánk néhány napra, hogy szabad idejük engedi. Ahogy körbenéztem a táborlakók között, láttam, ahogy mondta is, egészen fiatalokat és picit idősebb korosztályt is. Hogyan fér össze a vegyes korosztály? Szerintem nagyon jól megvannak együtt. Egyik segíti a másikat, tanulnak egymástól mindenféle tekintetben, ami a tábori programokat is illeti, úgyhogy ezzel nem szokott probléma lenni nálunk. Együtt vannak, örülnek egymásnak, együtt játszanak, különböző korosztályok, korcsoportok és nemek vannak, de ezt a versenyeknél figyelembe vesszük, amikor szervezzük ezeket. A tábor vízi sporttábor nevet visel, itt csak a vízi sport szerelmesei megkedveznek? A vízisport szerelmeseinek főként ide tartozik a kajak kenu oktatás, illetve maga a sportágnak a megismertetése. Úszás sportág iránti érdeklődők is megtalálhatják a maguk lehetőségeit ebben a táborban. Azon kívül labdajátékokkal, ezen belül is focival, kosárlabdával, tenisszel és röplabdával ismerkedhetnek meg, illetve játszhatnak a gyerekek a táborban. Én látom benne a táborban különösen szép kupákat. Ezeknek mi a szerepük? Ó, hát ezeket kiosztjuk. Az a szerepük, hogy oda kerüljenek, akiket megillet. Érmeket, okleveleket és kupákat osztunk ki a tábor végén. Az utolsó előtti nap tábori olimpiát rendezünk a gyerekeknek különböző sportágakban. Nyilván, ahogy említette ön is, a vízi sportágak kerülnek előtérbe. Kajak-kenu versenyeket szervezünk, úszóversenyt. Azon kívül itt a gyerekek pontokat gyűjtenek, mint általában a felnőttek is sok más helyen. Itt pontokat kaphatnak a különböző versenyekért, illetve a versenyeken való résztvételért. És utána a pontok összeadásra kerülnek, és meglátjuk, hogy ki az, aki első, második, illetve harmadik helyezett lett. Aki nem tud úszni, az maradjon otthon? Ó, dehogy is, jöjjön csak! Hiszen említette ön is, hogy különböző korosztályok vannak együtt. Van olyan kisfiú, aki 6 éves, mondta, hogy még nem tud úszni, viszont a többiek biztatására, illetve a mi felügyeletünk mellett bemerészkedett a vízbe, és akkor mondta, hogy nézd csak, Erika néni, már a fejemet is belemerem tenni a vízbe, úgyhogy nagyon örültem neki, el kellett kezdeni az úszásoktatást nála. Hogyan zajlik egy nap? Délben mindenki fel kell, egy kiadós ebéd után, a déli siestát követően jön a vacsora, aztán pedig az alvás? Icipici változtatással, 8 órakor ébresztő, hangos dudaszóval, 8-tól 9-ig reggeli, 9-től 12-ig vannak a délelőtti programok, 12-kor ebéd van, kis siesta, csendes pihenő 13-2-ig, és utána következnek a délutáni programok, vacsora pedig 6:30 körül van. Ez a nap menetrendje. Ha jól tudom, a tábort egyesületi formában szervezik. Mit lehet tudni az egyesületről? Egyesületünk a Kamilla Terápiás és Diák Sport Egyesület 2001-ben alakult, 10 lelkes felnőtt alakította, és ez azóta is működik.
terápiás részéhez tartozik a gyógytorna, gyógytestnevelés, gyógyúszás, a diáksport részéhez pedig versenyek szervezés, illetve táborok szervezés, és jelen pillanatban ez a tábor is ezen kereteken belül zajlik. Milyen forrásokból gazdálkodnak, milyen forrásokból táplálkoznak? Igen, az anyagi rész az mindig nagyon érdekes, ez így igaz. Személyi jövedelemadót 1%-ából, azon kívül a hozzájárulásokból, felajánlásokból, tagsági díjból, illetve az önkormányzat támogatásából, és ezt külön szeretném megköszönni most itt a önkormányzat résztvevőinek, illetve a tisztségviselőinek, hogy segítenek bennünket, illetve a működésünket. Picikét érjünk vissza a Tiszához, a vízhez, hiszen gyönyörű helyen hajózunk ezekben a percekben is. Ebben az évben, ebben az időszakban bizony árad a Tisza. Ez nem gátol meg senkit abban, hogy a sporttábor fantasztikusan és gördülékenyen folytatódjon tovább? Ez valóban így van. Nekünk is utána kellett érdeklődni, hogy most mi a helyzet, hiszen még ilyen helyzetben nem voltunk, hogy július vége van és áradjon a Tisza. A programunkat valóban át kellett módosítani, változtatni, szervezni egy kicsit, hiszen vannak olyan túrák, amelyeken át kell menni a Tiszán. Ezeket a túrákat most nem tudjuk megcsinálni, illetve a mai nap már egy picit kimerészkedtünk a Tiszára, ezt úgy oldottuk meg, úgy hívjuk mi azt, hogy csorgás. Összekapaszkodnak a hajók, és akkor egy bizonyos szakaszon együtt lecsúszunk, a Tiszán lecsorgunk, tulajdonképpen az ár víz bennünket, és utána egy öblítő csatornán pedig bejövünk a táborba, illetve a kiindulási helyre, a kikötőbe. Tehát módosítani kellett a programunkat az árvíz miatt. De úgy gondolom, hogy olyan szép helyeken voltunk, és olyan új helyeket fedeztünk fel, ami lehet, hogy nem került volna felfedezésre, hogyha nincs ez az árvíz. A városi embert, a városlakót, hanem kifejezetten vízi embert itt a vízparton elkerüli a szúnyog is? Hát, az nem. Az nem kerüli el. A tábor területén belül is már írtottak, volt írtás. Hát igen, a lábunkat az megviseli ez a kis szúnyog, a nőstény szúnyog különösen csípése, úgyhogy hát kenegetjük magunkat, megfújjuk, és hát igyekszünk védekezni. Nem kerülnek el bennünket sem. A szúnyog csípések közepette is a gyerekek, a résztvevők milyen ellátásban részesülnek? Maximális ellátásban minden téren, úgy gondolom, mind étkezésileg, mind pedig programilag mindenben igyekszünk megfelelni, hiszen nekünk az a célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magunkat, és visszavágjanak, visszajöjjenek a táborba, és ezáltal még jobban megismerjék ezt a vízi világot, vízi környezetet ilyen közelről, és ez a célunk, úgy gondolom, hogy ebben a táborban most is valóra válik. Mikor és mivel zárul a tábor? Vasárnap lesz vége a tábornak, most a mai nap van ugye csütörtök. Van még előttünk program jócskán. Holnap egy nagyobb túrát tervez a csoport egyik fele, és itt valóban úgy fogjuk csinálni az árvíz miatt, hogy a hajókat, és azért megyünk nagyobbakkal, hogy átemeljük a zsilipen, és a kollégám Lugosi Zoltán vezetésével megy a nagyobb csapat, és tapasztaltabb hajósok és kormányosok, a kisebb gyerekekkel pedig a Lugosi Marci vezetésével, illetve jó magam is a kikötőben a kajakot fogjuk oktatni, illetve gyakorolnak a gyerekek egyesbe, illetve kettesbe. Jövőre ugyanekkor, ugyanitt? Jövőre ugyanekkor, ugyanitt.